Szabadidejében szép irodalmat, a pályán viszont a csatárok gondolatait szereti olvasni, úgyhogy a kettő kapcsolatáról is beszélgetünk a Soroksár kapusával, Holzer Ádámmal. Szervusz, köszöntelek! Szia! Ha már a Hobbiddal kezdtünk, milyen könyvet forgatsz most? Jelen pillanatban Márai Sándortól a Válás Budán című regényt olvasom. Több interjú is készült már veled az olvasással kapcsolatban. Mennyire azonosítanak ez, az interjúk megjelenése óta már ezzel a futballkarriered mellett? Egyre többen sok erre utaló megjegyzést kapok, aminek nyilván örülök. Gyanítom zömében pozitívakat. Általában igen, negatív még, emiatt negatív megjegyzést még nem kaptam, úgyhogy kicsit egy ilyen küldetéstudatot érzek, hogy az olvasást szeretném népszerűsíteni, és a visszajelzések alapján jó úton járok, igyekszem a környezetemben is pozitív példát mutatni, úgyhogy ez lenne a célom. Ja, a futballban vannak, akik ezt megteszik helyetted, viszont az olvasmányait körében vezetsz statisztikát? Tehát tudod, hogy mondjuk egy évben hány könyvet olvastál-e, vagy meg szokott-e lenni például a egy szezonban a bekapott gól per elolvasott könyv átlag? Ilyen statisztikát nem vezetek, azt, hogy mit olvasok, igen, azt felírom, de csak az elmúlt két évben, tehát korábban nem foglalkoztam ezzel, aztán ráakadtam a moly.hu-ra, és akkor ott ugye lehet, az ember be tudja jelölni, amikor elkezd egy könyvet, aztán bejelöli, amikor végzett vele, és akkor az oldal vezeti helyette ezt a statisztikát, és akkor így pontosan tudom, hogy az év melyik napján éppen mit olvastam, és itt kezdtem el vezetni 2021-ben, és akkor a 21-es meg a 22-es naptári év az már úgy komplett statisztika készült, meg emlékezetből bejelölgettem pár könyvet, amit tudom, hogy olvastam, meg emlékeztem rá, hogy körülbelül egy év tévedéssel, vagy plusz-minusz egy éve, hogy mikor olvastam, de nem teljes a molyos adatlapom, de az elmúlt két év, meg a jelenlegi, az idei év az pontos. Volt egy olyan összesítésed, hogy egy évben több mint 50 könyvet olvastál el. Adja magát a kérdés, úgyhogy ha felszorozzuk az éveket, akkor ez elég sok könyvre jön ki. Futottál bele olyanba, hogy nekiálltál egy könyvnek, és néhányadik fejezetnél eszedbe jutott, hogy hoppá, ezt már olvastad? Nem, hát illetve volt, igen, de hát az tudatos, tehát olyan nem fordul elő, hogy valamit olvasok, és aztán meglep, hogy húha, ezt már olvastam, tehát szerintem 100%-os pontossággal meg tudom mondani, melyik könyvről olvastam, melyikről nem. Igazából az, hogy mikor olvastam, itt az a kérdés, meg nem minden jut eszembe, de hogyha rákérdeznek konkrétan egy könyv címre, akkor azért szoktam emlékezni, hogy azt olvastam-e vagy sem. Hát az más kérdés, hogy a tartalomra mennyire emlékszem, az azért meg tud ritkulni ezek az emlékek. De észben tartom, hogy mind vagyok túl. Ugye a csapatsportban a kapus az egy elég magányosnak mondható poszt, az olvasás pedig egy tekintetben hasonló hobbi, az is egy magányosan üzendő tevékenység. Van összefüggés szerinted esetedben a kettő között? Megmondom őszintén, még így soha nem gondoltam erre a kérdésre, úgyhogy nagyon jó kérdés. Egyébként a kapusposzt magányos poszt, de hát nyilván egy csapatnak a része vagyok én is, tehát nem feltétlenül tekintek ennyire magányosan a kapusposztra, és hát az olvasásnak is azért van, ha csak a felolvasást nézzük, hogy azért az sem feltétlenül egy magányos dolog, de ha nagyon le akarjuk sarkítani, akkor meg lehet találni ugye a párhuzamot, ahogy említetted, de én ezen még nem gondolkodtam, nem gondolom, hogy azért lettem kapus, mert mondjuk szerettem magányosan olvasni, vagy azért szeretek ennyire olvasni, mert kapusként magányosnak éreztem magam, vagy körülbelül ugye a kettőnek a szeretetem az ugye egyszerre indult, tehát 10 éves koromban álltam kapuba körülbelül, vagy picit korábban, elég fiatal koromban szeretek olvasni, tehát ha van is összefüggés, az valószínűleg valahogy tudat alatt, tehát össze bennem. Inkább olyan összefüggésre gondoltam, hogy például olvastam egy másik interjútban, hogy te a csapatbuszra előszeretettel viszel könyvet magaddal, és ugye egy kapus talán egy kicsit inkább magával van elfoglalva a meccs előtt, és sokkal inkább fejben egyedül készül fel, mint mondjuk egy védelem, akik összebeszélnek, és hogy ebben a tevékenységben például segít-e elvonulni a téged körülvevő környezettől, külvilágtól a csapatbuszon történő olvasás, hogy ott olyankor egy kicsit magadba tudsz szállni, hogyha szeretnél. Igazából szerintem a csapatbuszon általában azért mindenki egyénileg készül, tehát az, hogy így csapatrészenként készülni, az megtörténik a hét folyamán. Én ugyanúgy a védelemhez is tartozok, tehát a védőkkel együtt készülünk a labdakihozatalokra, vagy mondjuk a pontrugások hárításánál ugye együtt készül a csapatrész. Nem ezt a fajta felkészülés szolgálja számomra az olvasás, hanem sokkal inkább azt, hogy
minél később kezdjek el a focival foglalkozni, mert az se jó, amikor az ember 5 órát rágódik azon, hogy most jön a mérkőzés, tehát hogy engem az olvasás annyira kikapcsol, és annyira tud minden mástól függetleníteni, hogy így érzem jól magam, így lesz a focira való felkészülés is a leginkább fókuszált, hogy úgymond az utolsó pillanatban állok csak neki a focival foglalkozni, egészen addig nyilván karban tartom a fejemet, meg készülök csak egy másfajta módon. A futballpálya és a szép irodalom viszont azért két meglehetősen eltérő nyelvi és intellektuális közeg. Mondhatnék két különböző pszichológiai állapot a kettő. Melyikben érzed jobban magad, illetve nehéz-e a kettő között kapcsolgatni? Nem nehéz kapcsolgatni, abszolút. Tehát, hogyha olyan közegben vagyok, ahol mondjuk az irodalom, a szép irodalom, a kultúra, vagy a művészetek a téma, akkor ott tudok úgy megnyilvánulni, ami abszolút helytálló, és hát a foci az meg nyilván az egy picit könnyebb helyzet, mert ott nőttem fel, úgymond, tehát, hogy az öltözők világát azért jobban ismerem, mint ezt a másik világot, de mindent meg lehet tanulni, mindent el lehet sajátítani, tehát azt gondolom, hogy mind a két területen hely tudok állni. Ilyen az öltözők világa bohémebb, más, tehát az egy lezserebb közeg, ott azért könnyebb. Meg valószínűleg, hogyha egy védőt hibázik, akkor azért nem egy márai idézet jut neked sem az eszedbe olyankor. Egyébként ez nem igaz, mert nyilván nem egy hibánál, de nagyon sok esetben, mikor mondjuk a csapatnak nem úgy megy a szezonja, és nekem szinte folyamatosan irodalmi utalások, idézetek azok, amik segítenek, amik ugye ezek, hogy mondjuk a nehéz helyzetekből táplálkozni, meg onnan felállni, hogy én szinte kivétel nélkül könyvekből, vagy íróknak a gondolataiból merítkezek, nagyon sok jegyzet van, meg idézet a telefonomban, és időről időre ezeket átfutom, és hogy mindig megtalálom azt, ami az adott szituációnak szól. Tehát, hogy nyilván nem egy hibánál mondok el egy idézetet a pályán, de én nagyon könnyen és gyakran összekapcsolom a kettőt, és volt már rá példa, hogy a csapat előtt, mikor mondjuk én szólaltam fel, és beszélgettünk egy picit így a csapattársakkal, mert nem úgy állt a szezon, ahogy terveztük, akkor is tettem könyves utalásokat, meg olyan irodalmi utalásokat, ami közérthető és könnyen érthető, de abszolút igaz arra az adott szituációra, úgyhogy én ezt gyakran összekapcsolom. Azt tudjuk rólad, hogy amikor szakmai vagy sport témájú könyveket olvasol, akkor többnyire az önéletrajzi kötetek kerülnek a kezedbe. Szoktál-e viszont néha szakirodalmat fogyasztani a labdarúgáson belül? Hát ritkább, tehát most ugye kimondottan azt, mit értünk szakirodalom alatt nyilván, tehát hogy azt a kimondottan tudományos műveket, azt nagyon ritkán olvasom, tehát mondjuk amikor egy edzőképzés alapját képezik, például én ilyeneket nagyon keveset olvasok, de vannak olyan könyvek, amit mondjuk akár egy újságíró olyan szándékkal írt, hogy próbálja a játékot megértetni laikusokkal, és hogy ez a fajta szakirodalom, ez meg nem elég szórakoztató számomra. Szóval azért 20 pár éve ebben a közegben élek, és most az, ami nem a futballistáknak, hanem mondjuk csak a futballt kevésbé ismerőknek szól, az nyilván egy benfentes számára nem annyira szórakoztató. A nagyon-nagyon mély szakmai dolgokat meg én nem forgatom. Igazából így edzői ambíció hiányában nem tervezek edzői pályát. És tervezel-e más miatt, ha már az ambíciókról van szó, hiszen nem akarlak leöregezni téged, 35 évesen még azért van előtted néhány szép év a kapusposzton, ha úgy határozol, viszont mik a távlati terveid a visszavonulás utánra? Hát megmondom őszintén, hogy rengeteg ötletem van, így ahogy korosodok, nem öregszem, csak korosodom, így egyre kreatívabbnak érzem magam, és sok minden olyan dolog eszembe jut, ami még esetleg úgymond nincs, vagy még keveset találkoztam vele, és hogy mindenképpen valami ilyesmi irányba mennék el, hogy kicsit ilyen újító szándékkal, és hogyha mondjuk ez a futball területén történne, én mondjuk ilyen sportvezetői pozícióban tudnám leginkább elképzelni magam, azért ott is annyi szegmense van, hogy vannak területek, amit így a tapasztalataim alapján azt mondom, hogy
lehetne máshogy csinálni, hát azt majd úgyis az idő dönti el, hogyha valaki valamit máshogy csinál, az jobb vagy rosszabb, de vannak dolgok, amit lehetne máshogy csinálni, vagy én máshogy csinálnám, hogyha én lennék abban a helyzetben. Tehát, hogy a focin belül ez a fajta szakmai ambícióm van meg, hogy sportvezetőként azokat a területeket esetleg alakítani, változtatni, ami nekem mondjuk nem tetszik, ahogy épp van, vagy ahogy az elmúlt évtizedekben volt. Ha meg esetleg a focin túlmutat a jövőm, és mondjuk nem maradnék a futballvilágában, ott is van egy-két elképzelésem, de erről most még így konkrétabbat nem mondanék, majd az idő úgyis eldönti. Most még reményeim szerint még egy évet biztosan játszom, aztán meglátjuk. Igen, a 2009-10-es szezonban 4 mérkőzésen védtél az NB1-be visszajutó Fradiban, majd 2016-ban tértél vissza, úgyhogy 2 egészen más szakaszát láttad egy tulajdonképpen újjáépülő klubnak. Milyen volt visszamenni, és mekkorának érezted ott az ugrást a két Fradi között, amit elhagytál, és ahová visszatértél? A két Fradi között hatalmas volt a különbség, tehát az tényleg égés föl. Tehát ugye ott a kizárás, ez a modern, sőt, hát a 124, lassan 125 év történelmének a Fradiban a legnehezebb időszaka volt, mikor ott 3 évet NB2-be töltött a klub. Ugye én ott kerültem fel az első keretbe, úgy jutottunk vissza, viszont ott NB1-ben a szezon elején védtem, aztán kiszorultam, és ott azért ezer sebből vérzett a klub, és hát az NB1-ben közel sem tartozott az élbolyhoz. Tehát akkor mondjuk a Debrecen akkor ugye azt a korszakát éltem, amikor nagyon erős volt, vagy ott volt az MTK, az Újpest, akik fővárosi csapatként nagyon erősek voltak, és ott mi abszolút nem tudtunk labdába rúgni, és talán azt hiszem annak a szezonnak a végén 6. lett a csapat, ott az első NB1-es szezon végén, szóval ami méltatlan nyilván a Fradihoz, de az előtte levő 3 év az olyan mély nyomot hagyott a klubban, hogy ezt nem lehetett azonnal eltüntetni, és hát hosszú évek kellettek, meg ugye a mostani vezetésnek a szerepvállalása ahhoz, hogy elinduljon a klub, és még annak is az elején volt egy 5 éves periódus, amikor oda kerültek a Gáborék, és mondjuk az első bajnoki cím, tehát arra is rengeteget kellett várni, meg a 16-os bajnoki cím, meg a 19-es bajnoki cím között is még azért voltak ott problémák, ugye én már akkor ott voltam, de a két, tehát azt a 10 évvel korábbi Fradit, meg azt a Fradit már akkor nem lehetett összehasonlítani, mint ahogy a jelenlegit sem lehet az 5 évvel ezelőttihez, tehát az elmúlt 5 év meg azt mutatja, hogy még mindig volt feljebb és feljebb, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog, én azt gondolom, hogy van egy magyar klub, ami az elmúlt 15 évben olyan pályára állt, ami példaértékű, követendő, tehát nyilván az lenne a magyar sportnak, a magyar focinak az érdeke, hogy egyre több csapat álljon erre a pályára, és egyrészt a bajnokság színvonalát is, hogy a Fradi olyan riválisokkal méretesen, meg hát másrészt meg, hogy minél több csapatunk a nemzetközi porondon eljusson akár egy csoportkörig. Most a Fradi már ugye a tavaszt is megélte, tehát hogy ez nagyon fontos lenne, mert ez lendíteni előre a magyar sportot. Azóta is maradtál a Fradi családban, egy rövid tiszakécskei kitérőt leszámítva. Jelenleg a Soroksár kapusa vagy, ami a Fradi fiók csapata. Milyen szereped van ott? Ugye amikor ezt a beszélgetést felveszünk, akkor éppen a tavaszt tapossuk. Milyen szereped van egy ilyen együttesnél? Amellett persze, hogy természetesen aktív kapusa vagy a gárdának. De nyáron, amikor Tiszakécskén eldöntöttem, hogy nem maradok, abban nagyban belejátszott az, hogy a Dragoner Attila távozott Soroksárra Zalaegerszegre, és Szűcs Mihály vett át a klubot, és mi korábban, amikor én Soroksáron már védtem előtte 2,5 évet, akkor ő ugyanúgy szakmai vezető volt a klubnál, és igazából Misivel így pillanatok alatt dűlőre jutottunk. Egyrészt amiatt is, hogy hosszú távú jövőképről beszélgettünk, amiben konkrétumokat nem neveztünk meg, de mint már említettem, ez a sportvezetői dolog, ez az, ami nekem tetszene, és nyilván nem titkolt szándékom volt az, hogy visszatérek, hogy a Fradi kötelékébe kerülve idővel újra akár ott is tudnék dolgozni. Szóval nekem ez volt a fő motivációm, és most a klubon belüli státuszom az ősszel, amikor egészséges voltam, akkor játszottam, tehát hogy az abszolút alapembernek számítottam. Most a tavasz... 17 meccsed van a folyószezonban a bajnokságban. Igen, és ugye most itt a tavasznak alakult egy olyan szakasza, hogy bekerült helyettem a kapuba a Kovács Marci, és jó teljesítmény nyújt, tehát jelen pillanatban azt gondolom, hogy a
az, hogy ő van a pályán, azt ő minden héten igazolja, hogy ez most egy jó döntés, de az én hosszú távú terveimet, meg a klubban belül státuszomat, ez én azt gondolom abszolút nem befolyásolja. Az öltözőben én vagyok a legidősebb játékos a keretben, úgyhogy van egy olyan szerepem rengeteg fiatal játékos miatt, hogy elég sokszor kell beszélgetnünk ilyen-olyan okokban, és úgy veszem észre, hogy hallgatnak rám, elfogadják a véleményemet, és ez azt gondolom, hogy ennyi idősen legalább annyira fontos, hogyha az ember esetleg a civil életét is szem előtt tartja, mint az, hogy most mennyi időt tölt a pályán. Nyilván minél többet szeretnék, és pár évvel ezelőtt, mikor meghoztam azt a döntést, hogy elhagytam a Fradit 2019-ben és Paksra igazoltam, akkor pont az volt a fő motivációm, hogy előtte ott volt az a hosszabb időszak, amikor Dénes mögött nem nagyon jutottam úgy szóhoz, ahogy szerettem volna, és akkor a Fradi szerződés hosszabbítását elutasítva én úgy döntöttem, hogy elmegyek, és nyilván csak a játékpercek motiváltak, mert alapvetően azért Fradit elhagyni az nem egy okos dolog, tehát a legtöbb játékos ragaszkodik, hogy a Fradi játékosa lehessen. Én akkor úgy gondoltam, bátor vagyok, meghoztam ezt a döntést. Most az, hogy ez jól sikerült, vagy sem, az majd az teljesen mellékes, de ezzel, hogy most Soroksár mellett tettem le a voksomat, ez nyilván a Fradihoz való kötelékem erősítését is ugye megcéloztam, úgyhogy ez volt a fő motivációm. Majd meglátjuk, hogy alakul. Visszatérve a fiatalok között betöltött különleges szerepedre, elvárja ezt tőled Lipcsei Péter? Ez ugye azért érvényes kérdés, mert amikor ő volt ugyanígy nagy öreg a csapatban, az volt az NB1-be visszajutó Fradi. Érdekesség egyébként, az első 4 meccsen te végigvédtél, ő azokon pont nem volt a keretben, tehát az NB1-ben nem voltatok csapattársak, előtte viszont, meg utána is még egy darabig igen. Tehát ugyanakkor a korkülönbség van most közted és a keret nagy része között, mint annak idején közted és Lipcsei között volt. Beszélgettek erről, illetve ezt a mentori szerepet ő szabta rád, vagy ez alakult magától? Igen, ugye 2 évig mi csapattársak voltunk még annak idején a Petivel, hát ugye sajnálatos módon, hogy ott az NB2 szezonban megsérült, a keresztszalagszakadás volt, és akkor ő nagyon sokat hiányzott, tehát annak ellenére, hogy 2 évig együtt játszottunk, kevés mérkőzést töltöttünk együtt a pályán, de most a mostani, hogy a kérdésre válaszoljak, hogy tehát ezt a Peti is elvárja, ez közrejátszott a nyári igazolásomban is. Előtte ez a szerep az öltözőben, ugye a Gyömbér Gabira hárult, és ő úgy döntött tavaly nyáron, hogy abba hagyja, és mindenképp szüksége volt a Petinek, meg a klubnak is egy olyan karakterre az öltözőben, aki tud ért a fiatalok nyelvén, de tehát inkább ezt úgy mondanám, hogy régebben más volt egy picit helyzet olyan szempontból így a fociban, hogy az idős játékosok másfajta tiszteletet próbáltak kivívni maguknak. Ez már teljesen kikopott, szóval, hogy ez az ilyen erőszakosan, meg a fegyelme, hogy nagyon, most nem akarok olyan szavakat használni, nem azt mondom, hogy agresszíven, de hogy megvolt ez a jelenség, ez a megfélemlítés, inkább így mondom, hogy ez már abszolút nem működik. És a Roy Keane iskola akkor az elmúlt. Igen, az már, de ez a magyar fociban is volt, amikor én felkerültem fiatalon, akkor is ez azért jellemző volt, voltak idősebb játékosok, akik ezzel a megfélemlítés módszerével próbálták a fiatalokat betörni, és én ebben, én ezt a szerepet akkor, mint elszenvedő, annyira nem is élveztem, és ma meg abszolút nem vallom, hogy ez működik. Tehát én sokkal inkább az értelem meg a meggyőzés oldalán állok, és szerintem ebben az öltözőben sok olyan fiatal van, aki erre fogékony, és ezért is élvezem azt, hogy lehet velük beszélgetni, meghallgatnak, még talán azt is mondhatom, hogy jó páran megpróbálják megfogadni a tanácsot, amit próbálok nekik közvetíteni, és hogy ezt a Peti is érzékeli, látja, tehát volt olyan mérkőzés, ami nagyon rosszul sült el, és másnap reggel behívott a Peti, és kérte, hogy akkor most inkább én beszéljek a csapattal, mert szerinte az inkább működhet, és ugye a csapat is elfogadja ezt a felállást, és ő is elvárja tőlem, úgyhogy igazából a Peti kérése is ez, de alapvetően is egy ilyen vezéregyéniség vagyok, ilyen karakter vagyok, úgyhogy nehezen tudnék másmilyen lenni egy öltözőben, főleg mennyi idősen. Utolsó kérdés, egyre maradt még időnk. Látva ezeknek a fiataloknak a mindennapjait, szerinted jelenleg te hány jövőbeni válogatott labdarúgóval készülsz együtt?
Az az igazság, hogy olyan minimális választja el attól az embert, hogy válogatott lesz, vagy még NB1-es sem, hogy ezt nagyon nehéz megmondani. Tehát, hogyha ha olyan tippet akarok mondani, ami biztosan bejön, akkor mondok egyet vagy kettőt, vagy ami a legnagyobb százaléka bejön, mert valószínű lesz majd egy olyan, aki oda kerül, mert mindig akadt egy-egy olyan játékos így az elmúlt időszakban, az elmúlt évek folyamán egy kisebb csapatból eljutott a Fradiba mondjuk, és aztán válogatott lett, mondjuk például Siger Dávid esete is, tehát hogyha mondok egyet, azzal lehet, hogy nagy butaságot nem mondok, de igazából nem akarok erre konkrétan válaszolni, mert ezt nagyon-nagyon nehéz meghatározni, nagyon-nagyon sok minden kell, és akkor még ott van a szerencsefaktor, ami egy teljesen kívülálló dolog. Most, hogyha az ember úgy kap esélyt, hogy valaki megsérül, vagy úgy tud eligazolni, hogy kiesett a csapatával, ingyen igazolható, és azért tud eligazolni, mert mondjuk pénzt nem áldoznának rá, és aztán ott bebizonyítja, hogy lehet rá számítani, és így jut el a válogatottságig. Hát ez nehéz. Nyilván az egy jó dolog, hogy az NB1-ből egyre több helyről ugye be lehet kerülni a válogatottba, tehát régebben még a Fradiból is nehéz volt, ugye rengeteg légiós volt, amikor mondjuk én fiatal voltam a válogatottban. Most a válogatott húzó emberei légiósok, de nagyon sokan be tudnak kerülni, például Paksról folyamatosan kerül be ugye gólkirály vagy gólkirály jelölt a válogatottba, úgyhogy egy ember lehet, hogy lesz azok között, akikkel most készülök, vagy akikkel az elmúlt években készültem, de hát örülnék, ha tévednék, és lenne minél több. De ez mondom, ez annyira sok összetevős, hogy ebben nagyon nehéz okosnak lenni. Hát akkor a soroksári fiataloknak ehhez kívánunk jó munkát, neked pedig a szezon hátra lévő részéhez, a nyára pedig jó pihenést. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, köszönjük szépen.